A 2009-ben indított DILS elnevezésű projektum keretében a minisztérium 3,4 millió eurót kapott. Ennek körülbelül 80%-át fordítja szociális intézmények szolgáltatásainak javítására. A Szabadkai Központ 26 számítógépet kapott tartozékokkal együtt. Amikor a nyugdíjasok szomjasak, betérnek a gerontológiai klubba és megisznak egy pohár vizet. Szeretnénk, ha ezentúl, amikor információra szomjasak, betérhessenek az erre a célra kijelölt helyiségekbe, és szabadon használhassák a számítógépeket és informálódhassanak. A tartományi kormány egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai titkársága nevében dr. Csengeri Attila 1 millió dináros támogatást nyújtott át a gerontológiai központ igazgatójának. Ez egy olyan projektum, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan eszközöket fog beszerezni a gerontológiai központ, amely eszközök mobilak, hordozhatóak, és első lépésben nem csak itt a lenti helységben lehet ezeket a szolgáltatásokat nyújtani, hanem az 5. és a 6. emeleten is, ahol fekvő betegek vannak, tehát ilyen mobil ultrahangok és egyéb eszközökről van szó. Későbbiekben, mint hallottuk az igazgató úrtól is, az a terv, hogy akik otthon vannak és háziápolásban vannak, és akiket a gerontológiai központ gyakorlatilag gondoz, oda is el lehet juttatni majd ezeket a berendezéseket. A szociális intézményeket a helyi önkormányzatok pénzelik, azonban vannak térségek, ahol erre nincs elegendő pénzügyi keret. Ezért a minisztérium támogatása nagy segítséget jelent. Az elkövetkező évben a szerb és a tartományi kormány is jelentős összegeket tervez hasonló célokra fordítani.